A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Sok szeretettel köszöntöm a kezdőkör nézőit, szezon vége felé járunk, de hát még annyira a végén, hogy nagyon sok mindenről lehet beszélni itt az elmúlt napok történései kapcsán. Egy kicsit olyan érzésem van a mai fő témáink kapcsán, mint a mesebeli okos lánynak, akinek ugye Mátyás király feltételeit kellett teljesítenie, így aztán el is ment a királyhoz, meg nem is, vitt is ajándékot, meg nem is, ő elég okos volt, hogy ezt megoldja, mi most egy kicsit talán nehezebb helyzetben vagyunk, hogy most van-e ajándék, nincs, vagy a még gyűlöltebb közhelyel tele a pohár félig, vagy félig üres, és természetesen elsősorban a kosárlabda, illetve a labdarúgás elmúlt napokban zajlott szezonzáró mérkőzéseire gondolok. Szerencsére nálam okosabb emberek a stúdióban majd megfejtik a nagy igazságokat ezzel kapcsolatban, hiszen itt van Kaiser Tomi, a műsor ötletgazdája, egykori házigazdája, volt kollégánk, a sportál.hu szerkesztője, remélem nem hagytam ki semmit, Tomi. Szerintem nem. Köszöntöm. Farkas Szilárd állandó vendégünk szintén a Médiacentrum részéről, és hát Horog László. Laci, először is szívből gratulálok. Életműdíjat kapott Laci, egy Gyulai István díjat, ugye a... Életműdíj 20 év múlva. Igen, egy Gyulai István díjat a Sportújságírók Országos Szövetségének konferenciáján, úgyhogy immár egy díjazott. Sokat gondolkoztam adás előtt, hogy végül is mi volt az, amivel kiérdemelted, és arra jutottam, hogy... Félreértés volt, elírták a nevet. Nem, szerintem végtelenül európai külsőd. Igen. A szaktudás és a felkészültség. De egy szimpla tévedés történt. Kaiser Tomi mondta, hogy azt nem érti, hogy te kaptad a Gyulai díjat, és nem Gyulai kapta a Horog díjat. Ez reális. Majd szólok a családnak, hogy itt valami el lett mérve. Na minden esetre, gratulálunk, gratulálunk, így van, és hát reméljük, hogy a kezdőkörben mutatott, most már több éves teljesítményel is hozzájárult ehhez. Biztos nézik az adásokat, és igen. A zsűri megtekintések. És gondolom a beszédedben, köszönő beszédedben te is kihangsúlyoztad. Mindenképpen. Mennyit fejlődtünk közöttünk. Az Oscar gálákon, apám, anyám, fogorvosom, takarítónőm és a kollégák. Minden esetre, ahogy láthatják a kedves nézők, Horog Laci alvás pólóban érkezett, ami részben annak is köszönhető, hogy természetesen ott is áldoznak az ő mérhetetlen szaktudására, másrészt a csapat elkötelezett híve. És sőt, a díjat ugye úgy kapta Laci, hogy az Alba Fehérvár kosárlabda csapatának sajtófőnöke. Tehát, így van a megfogalmazás. És hát ilyen minőségében nyilván ott volt Szombathelyen a bajnoki döntő utolsó mérkőzésén, melyet ugye tegnap előtt játszottak, és mindannyian nagyon bíztunk benne, hogy az Alba, amelynek, hát egyébként Laci megjósolt a bajnoki címet itt adásban néhány héttel ezelőtt. Elfáradtam a végére. Bíztunk benne. Hát a fiúk nem tudtak eleget tenni ennek a magas követelménynek, amit Laci állított eléjük, de összességében Szilárd pedig ugye ott volt tegnap a Városházán a fogadáson, és én úgy veszem észre a szurkolók általános hangulata, talán a csapaté is, csapatkörüli embereké is, hogy tényleg inkább félig tele van ez a bizonyos pohár, még akkor is, hogyha egy bajnoki döntőt elveszíteni nyilván nem kellemes. Az Albával ez ugye negyedszer fordult elő, még mindig több a megnyert döntő azért, mint az elvesztett. Hogyan értékeljük ezt a bajnoki döntőt? Elképesztően emlékezetes, fordulatos meccsek voltak, aztán voltak simábbak is, hát sajnos a legsimább az a vége lett, úgyhogy így végül is egy ezüstös szezont kell értékelnünk. Szerintem azzal... Azzal nyert a Szombathely, hogy ott van Keller Ákos. Ugye az elmúlt Mindig azzal nyer. Hát igen, tehát végig egy jó Kellert, hogy a 10-ből 9 bajnoki cím az elmúlt időszakban valahogy így van. Nem tudom, hogy lesz-e időnk az adásban majd az Európa Liga heti budapesti döntőjéről beszélni, de José Mourinho helyében az elmúlt két napban leigazoltam volna Keller Ákost, mert ha más nem, akkor a kispadon jelenléte az garancia az aranyéremre. Szerintem csoda volt egyébként, tehát hogy már azért vártunk erre, hogy legyen ilyen, és tényleg én azt gondolom egyébként, hogy
itt bizonyos szempontból itt a legjobb a lebonyolítás a végén, hogy tényleg ha van két hasonló kaliberű csapat, akkor a két szurkoló tábor 5 meccsen keresztül lát minőségi játékot, élheti át a döntőnek a minden olyan pozitív hozadékát, ami ezzel jár, a hangulat, a körítés, az izgalom, tehát frenetikus volt, és tehát ettől ezért szép a sport, én azt gondolom, és ezért lenne jó, hogyha ez most lenne, és majd jövőre is, meg azután is, mert tényleg a bajnoki döntőnek a hangulata, és mondom, kosárlabdában semmivel össze nem hasonlítható. Tényleg most a labdarúgásban a Fradi ugye gyakorlatilag ugye úgy lett végül is hivatalosan bajnok, hogy előtte volna ez eldőlt Kecskeméten, a női kézilabdázóknál gyakorlatilag évek óta nem kérdés, de valamikor szezon közben eldől a második Győr-Ferencváros összecsapáson. Most egyébként a férfi kézilabda lehet majd hasonló, ugye most két nyert meccsig megy a párharc, ugye a Szeged és a Veszprém között, de ott is azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a különbség most a Veszprém javára. Tehát, hogy ilyen szempontból nem nagyon összehasonlítható. Talán még a Volánnak a tavalyi Ebel, vagy akkor éppen már hogy hívták, hogy Ice Hockey Ligának a döntője, ami ugye 4 nyert meccsig ment, az volt hasonló feeling, mint ez. És hát maga az, hogy maximális hosszúságig tartott a döntő, lehet, hogy nem mindenki gondolta volna, de az Alba abszolút felnőtt a Falkóhoz, és 5. mérkőzésre kényszerítette. Volt az elmúlt, most majd zsinórban 4. címüket nyerik, az elmúlt 4 évben ilyen, hogy ki kellett játszani az 5 meccset, volt olyan, hogy vissza kellett szerezniük a pályaelőnyt, de mégis a Falkó jelenleg úgy tűnik, hogy annyival azért fölötte van a magyar mezőnynek, hogy pont a legfontosabb, legkiélezettebb meccseken, azért nemzetközi rutinnal a Bajnokok Ligája szerepléssel a hátuk mögött, ebben biztos, hogy erősebbek még a riválisnál. Hát reméljük, hogy az Alba fejlődése tovább tart, mert hogyha most a következő szezonban a Fehérvár is vállalja, és ugye elhangzott, hogy vállalni fogja a Bajnokok Ligája selejtezőt, a nemzetközi megmérettetést, ha a csapat kicsit együtt tud maradni, tehát hogy rutinban kell igazából oda felérni, hogy egy Falkót egy döntőben el tudják kapni. Hát Vojvoda Dávid nyilatkozta éppen azt tegnap, és nagyon reálisan tudott már értékelni, és mondtam, biztos nehéz még egy kicsit, de szerintem jobb is, hogy nem tegnap kellett értékelni, hanem nem a döntő után kellett értékelni, hanem kicsit megnyugodva már tegnap a Városházán az ünnepségen. Ugye nagyon sokan drukkolnak itt a városban nyilvánvalóan az Albának. Az ország almánál volt a gyülekező, ott is már lehetett fotózkodni a csapattal, aztán a Kristalás teremben volt egy olyan köszöntés, amikor a városvezetés részéről, városvezetői részéről jött Cserpalkovics András polgármester és Mészáros Attila. De jó, de polgármester mit mondott a külön köszöntötte őket. Majd eljött az én pillanatom is, amikor azzal interjúztattam, akivel csak akartam, és egyikőjük volt, ugye nyilván Vojvoda Dávid is, aki azt mondta, hogy reális, és ő is aláírta volna azt, hogyha azt mondják neki, a szezonban bármikor, illetve a szezon elején, hogy másodikak lesznek, illetve ezüstérmet szereznek a bajnokságban, ő aláírta volna, és ő is mondta, hogy jobb csapat még egyelőre a Falkó. Nyilván megfigyeltük ugye az 5 meccsen át tartó, illetve a 4 meccsen át tartó hullámhegyet, hullámvölgyet, mert az 5. meccsre azért nem lehetett mondani, hogy túlságosan hullámzó volt, mert egy kicsit kidugtuk a fejünket a vízből, hogy 8-6-nál, aztán soha többet nem láttuk ugye a szárazföldet, ha így fogalmazunk. De az a tény, hogy ugye Cserpalkovics András is megerősítette, hogy támogatni fogják a csapatot a Bajnokok Ligája szereplés kapcsán, és Simon Balázs sportigazgató is azt emelte ki, hogy ebből tudnak majd esetleg építkezni olyan szinten, hogy így a jobb csapatok ellen papíron talán jobb, illetve nemzetközi csapatok ellen is tudnak készülni, mondjuk a következő bajnoki döntőre esetleg, ha újra erre kerül a sor, mert ez a cél, így ezzel mindenki csak nyerhet. Hát Laci, megpirítalak, hogy elhúztad előttünk a mézes madzagot, ugye Zac Brown sérülése kapcsán mondtad, aki még ugye a elődöntőben vált ki talán a Falkóból, abszolút kulcsemberét vesztette a Szombathely, és hát magyar bajnokságban azért nem szokott mindegy lenni, hogy egy jó légiós kiesik egy csapatból, de hát elég erősek lettek nélküle is, és így aztán azt mondhatjuk, hogy bedaráltak szépen minket. Igen, én az ő sérülése után biztosra vettem, beszéltem szakemberekkel is, akik azt mondták, hogy innentől kezdve az Alba az esélyesebb. Olyan szempontból talán jobb elveszíteni egy döntőt, ahogy mi ezt tegnap előtt vesztettük el, hogy esélytelenül, tehát nem utolsó pillanatos kosárral. Mert vagy nem szétlövésben, mint a hokisok most, ugye? Mert igen. Akkor gondolhattad volna azt, hogy hát jobb voltam, de ez közel 20 pont volt itt, mondom 8-6-nál ott legangoltak bennünket, és
valóban ez egy megnyert ezüst így utólag, mert ez a Falco annyival tényleg a mezőny előtt jár, hogy azt a pluszt hozzátették. Tehát Stefan Pott is azért összedoroltoztak a kezdésre, és többen voltak, és ott Zac Brown hiányzott, és itt pedig én a Diongot, nyilván nem véletlenül, hogy az edző nem használta, és itt az évzáron volt is erre vonatkozó kérdés, hogy miért nem játszott, és akkor Czubi Laga azt mondta, hogy jó játékos, de még nem érezte késznek egy ilyen 23 évesen egy ilyen falsúlyú döntőre. De az biztos, hogy az a Falco, hogy tényleg BL meccseken edződik most már 3 szezon óta, és tényleg 4-szer nyertek zsinórban, de azt az 5-et is megnyerték volna. A Covid-nál legangolták ott március 15-én a bajnokságot, olyan előnnyel vezettek, és akkor még kevésbé láttuk az ellenfeleket. Tehát ott még utcahosszal, még inkább úgy éreztem, hogy dominálják a bajnokságot. Tehát mondhatni, hogy 5-ször nyertek egymás után, és volt, amikor a megyei rivális Körmend ellen tényleg vissza kellett jönniük, nem vesztett, de nehéz helyzetből. Aztán volt a Szolnok elleni döntőjük 2 évvel ezelőtt, ahol ott éreztem bírói segédletet Szombathelyen, ott nem maradt centere a Szolnoknak arra a meccsre, és aztán otthon, tehát a Szolnok úgy ment oda, hogy ha azt a meccset megnyeri, akkor 3-1-jel behúzta. Nem maradt center, 3-2, és aztán végül Szolnokon nyerte meg a Falco azt a döntőt, de az biztos, hogy én úgy gondolom, hogy a klub felépítettsége, szervezettsége a többiek előtt jár. Hát nem tudom, azt majd... Bocs, meg az, ami például látszódott egy harmadik meccsen, hogy ugye a Pott úgy esett ki, hogy gyakorlatilag addig jó volt a legjobb dobója a csapatnak, és azt hiszem, amikor kiesett, akkor a Perzoli állt 3 ponton. Kiesett, jött a Perzoli, és több 10-valamennyinél fejezte be, hogy viszont ez az, ami szerintem a Falconál nagy előny volt, hogy mindig volt valaki, akinek nagyon ment, aki tudta, Cowles például itt az utolsó meccsen, de akár korábbi meccseken is. Nálunk pedig én azt éreztem, hogy ha valaki beragadt az elején, akkor nem mind. Vojvoda az, aki tudott lendíteni, mert neki is volt olyan meccse, hogy azt hiszem a fél időben 2 pontnál járt, és a végén szintén bőven 10 fölé tudott menni. De ugye Somogyi gyakorlatilag itt az utolsó meccsen tudta szerintem nagyjából megmutatni, hogy jóval többre képes, mint amit az előtte levő 4 meccsen mutatott, hogy említette Diongot. Igen, én sem gondolom, hogy játszania kellett volna, azért Ford is el tudott tünögetni, Fillmore is, hogy ebbe volt szerintem különbség, hogy még amikor nálunk valaki eltűnt, vagy nem ment neki, úgy akkor nem volt senki, aki na, ott azt a feladatot meg tudta volna oldani. Hát pedig voltunk még azért annyian, és... Igen, csak mondom, a Falcónál meg tényleg az volt, hogy valaki mindig jött, aki akkor túllendítette, vagy átlendítette a csapat szekerét. Kicsit ebből a szempontból, vagy ehhez is csatlakozva, amit Tomi mondott, egy kicsit talán azt érzem kihagyott Zitzernek, hogy ez a Falco az előző szezonhoz képest a magyar játékosát és magját tekintve elképesztő módon meggyengült, legalábbis mennyiségileg azt látjuk, mert 3 olyan magyar válogatott játékos távozott, aki egy csapatban gyakorlatilag nem szokott játszani. Mert Váradi Kornél, a Benke Szilárd és a... Váradi Benedek, a Benke Szilárd és az éppen Fehérvárra szerződő Somogyi Ádám, ez olyan hármas... Elment Golomán. Igen, és még a Golomán, tehát 4 magyar válogatott játékos, hogy ilyen szintű magyar válogatott sora utoljára szerintem a Danon Honvédnek volt még a 90-es években, és akkor még mondjuk többet is számítottak a magyarok. És az Alba pedig ezzel párhuzamosan, illetve ezzel szemben pedig olyan szinten erősödött magyar poszton, amilyen meg itt nem volt, nem tudom mióta. Itt azért az utóbbi 10 év mindig úgy telt, hogy legyen 4 jó légiós, és legyen hozzá mondjuk 2 jó magyarunk, akkor már bajnok esélyes a csapat. Ha Lóránt Péter volt az a magyar, akkor pláne, ha olyan szintű vezéregyéniség. De ez, hogy nekünk most volt Vojvodánk, Pongónk, aki elképesztő módon fejlődött, és lett szerintem a csapat egyik legjobb játékosa, és Somogyi Ádám, aki pedig elismerte, ráadásul még az U23-ba tartozva szintén. Tehát, hogy ebben azért az Albának ez egy zicser volt, hogy míg az ellenfél ezeken a posztokon gyengült, mi erősödtünk, légiós állományban pedig azért, ha nagyon egymás mellé teszem, nem gondolom, hogy a Falconak sokkal jobb légiósai vannak. Mégis valószínűleg ez a rutin, ez az egység, ez az erő, ami bennük megmaradt, ez most még több volt, mint ami az Albában alakulgatott, és hát itt a nagy kérdés nyilván, hogy majd hogyan tovább, lesz-e még egy ilyen szezonja az Albának, amikor mondjuk ilyen állománya dolgozhat. Meg hogy mennyire lesz majd a következő szezonbeli csapat, Czubi Laga csapata, ugye, hiszen ezt ő menet közben vette át, tehát ő gyakorlatilag megörökölt mindent. Jó, hogy ott volt ugye Zollner mellett, meg ugye ott van a csapat kül évek óta, de nyilván azért
valaki, aki mondjuk pályaedző vagy másodedző, lehetnek bizonyos tekintetben más gondolatai, akár igazolások terén, hogy most ő ezt ilyen típusú játékos hozna, vagy olyat, de nyilván a végső szó az, az általában nem a pályaedzői. Itt viszont majd nyilván azt gondolom, talán masszívabb beleszólása lesz abba legalábbis, hogy, hogy milyen típusú játékosokat, milyen típusú légiósokat akar a következő szezonra szerződtetni. Hát voltak tapogatózó kérdések, ugye Szilárd részéről is, meg nyilván a szurkolókat is elsősorban ez érdekli most már, így két nappal a döntő után, oké, meg volt, szép volt, ünnepeltünk, de mi lesz jövőre? Hogy mennyire sikerül majd Simon Balázséknak együtt tartani, vagy adott esetben megerősíteni a keretet. Ha lesz dupla terhelés, valóban nemzetközi kupameccsekkel, legalább ősszel biztos néhányal, akkor azért arra kelleni is fog. Úgyhogy erre én is nagyon kíváncsi leszek, mert mintha az elmúlt évek egy kicsit arról szóltak volna, hogy, hogy visszafogottabban koncentráljuk csak a meglévő erőforrások maximális felhasználására, most pedig hát megint egy kicsit azért tágítani kell a horizontot. Itt érdekes volt, és arra rávilágított, hogy Vojvoda elképesztő jó játékos, de Perl Zoli ilyen élethelyzetekben kiegyensúlyozottabb. Tehát végjátékot játszva, a Zoli, mondom, ha két pontról indul, a Vojvoda is volt, hogy két pontról indul, én most ő 10 pontot dobott. Most, ha van egy 30-as meccse, akkor ez a meccs másként alakul. Tehát ott Szombathelyen tényleg túl azon, hogy kell a Rákos döntő faktor, de mondom, a Perl bejön a padról, akkor az egész biztos, hogy hozzátesz mindig, és ezen a szinten ő Magyarországon óriási klasszis, de itt derül ki a nyugati és a keleti bajnokságok közötti különbség, hogy Zoli játszott Madridba, az Estudiantesnél, aztán volt Olaszországban, az olasz másodosztályban, Trevisóban játszott aztán igazán jól, de, de mondom, ez az ő bajnoksága, ez az ő kategória, mint hogy a Voja is Olaszországban ott volt Reggio Emiliában, egy nem túl jó szezonban, és ők azért kiemelkedően jó hátvédek, és mind a ketten tudnak irányítani is, tehát kicsit lehetne úgy is felfogni, hogy a két legjobb magyar játékos által vezetett hát, két legjobb az, magyar az is meg, hogy ez az a poszt, ahol azért a gazdag klubok elképesztő jó választékból akasztanak le amerikaiakat, illetve olyan játékosokat, akik sokkal atletikusabbak, más képzést kaptak jobbak, ettől még a magyar szintű klasszisok nyilván azok. Itt kell megint ugye megbecsülnünk, hogy van egy Hanga Ádámunk, aki Euroliga győzelemig jutott, és Real Madridban, Barcelonában játszott, tehát ez látszik, hogy milyen elképesztő, különleges karrier az övé. Bocs, csak javítsatok ki, ha nincs így egyébként, ha Perl Vojvoda párhuzamot nézzünk, hogy nekem a döntőben egyértelműen úgy tűnt, hogy Perl végig hideg, jéghideg fejjel volt a pályán, még Voján sokszor éreztem azt, hogy és ez szerintem nem baj, tehát ezzel nincs baj, sőt, és sokkal inkább szeretem ezt a típusú... Sőt, azzal nyertük ezeket a típusú játékosokat szeretem, aki szenvedéllyel, érzelemmel is megy föl a pályára, szerintem ez egy alapvető különbség, és itt most lehet, hogy voltak olyan szituációk, vagy többször volt az a szituáció, amikor a hideg fej kellett, de ugye te is mondtad, hogy a második meccshez kellett, sőt, ugye nyilván a negyedik meccshez meg Pongótól kellett az a fajta, na gyerekek, én bemegyek, megmutatom, megcsinálom, mert meg akarom, és elképesztő érzelmek is szabadultak fel benne utána. Hát nagyon nagy kérdés lesz tényleg a jövő. Itt van a bennfentes, ilyenkor szoktuk a tuti pletykákat finoman megérdeklődni Lacitól, mit lehet tudni. Azt tudjuk, a legfontosabb kérdés. Hát azt tudjuk ugye, hogy Vojvoda Dávidnak van aláírt szerződése, gyakorlatilag szerintem minden más jelen pillanatban kérdés, hiszen itt akár az, hogy a fiatal szabálynak megfelelő játékosok közül ki lesz, Somogyi már ugye kiesik ebből a körből, azt se tudjuk, hogy marad-e Pongó. Nagyon nagy kérdés, szerintem ő rá azért Nagyon valószínűséggel marad. Ő szerintem marad. Hát az már egy komoly erősítés lenne. Úgy gondolom marad. Szerintem a légiósok közül nem mondanak nevet, de én úgy gondolom, hogy Fillmore is marad. Az elmúlt 10 év után meglepő módon, tehát itt annak idején voltak maradó külföldiek. Damien Hollis. A hőskorban, igen. De az biztos, hogy Diongot nem feltétlenül tartanám még így, hogyha az edző a döntőn ennyire nem használta, akkor luxusnak találom. De Kózi kapcsán én úgy gondolom, hogy itt megint kiderült az, hogy ő egy jó játékos, de más egy Zalaegerszeget bent tartani az élvonalba, mint más eldönteni egy döntőt a Falco ellen. És itt már ő azt a pluszt nem tudta hozzátenni, azzal együtt is, hogy mondom, tavaly a Zalaegerszeg az ő 30 pontos meccseivel maradt végül is tulajdonképpen könnyedén az élvonalba, de ez már megint egy más dimenzió. Amit nagyon nehéz mindig megmondani, de Zubiaga is a Városház interjúban használta a kémia szót, és ez gyakorlatilag érdekes, mert már Colnár idején, már a szezon elején mondta Vojvoda Dávid, hogy hát igen, nagyon leegyszerűsítve hihetetlenül normális
légiósok jöttek össze. Volt itt Fehérváron példa rá, hogy kicsit ilyen flúgosabb, őrültebb, nem teljesen megbízható játékosok, aztán mégis bajnoki címet szereztek, mert adott meccsen jól őrültek meg, de hogy az emberileg is egy nagyon egységes, jó csapat volt, hát meglátjuk, hogy hogyan alakul a következő idényre, az biztos, hogy jobb, amikor ilyen tanulságokat kell levonni, hogy elvesztettél egy döntőt, és mi az a kicsi, ami hiányzott, mint hogyha, és akkor átkötünk másik nagy hétvégi témánkra, amikor azt a tanulságot kell levonni, hogy hát megúsztad a legeslegnagyobb szégyent, csak nehogy túl ünnepeld, és azt gondolod, hogy akkor minden rendben van, és itt már nyilván a MOL-Fehérvárról beszélünk, azt hiszem abban ti is egyetértetek, hogy nem nagyon van mit ünnepelni, bár láttam a Fáji utcában azért igen, csak lelkesen ünneplő futballistákat. Az egy pillanatnyi dolog, hiszen gyakorlatilag hónapok óta mindenki tudta, hogy mi a cél, a bennmaradás. Elég későn és az, kapcsoltak. Hogy, és az, hogy ott ugye lefújták a Fáji utcában a Vasasfehérvárt 0-0, kimentek, és a laptopon, ugye Késedi Gábor kezében ott volt a laptop, és elkezdték nézni a meccset, amelyiken egyébként én kint voltam. 11-es volt? Figyelj, én azt gondolom, hogy a mai szabályok szerint inkább 11-es volt, amúgy meg azt mondom, hogy baromság, tehát ez nem 11-es, de a mai szabályok szerint igen, de például pont a Fáji utcában volt ugye egy Vasas Fradi Sigér kezezése, nem adták meg, arra is azt mondom, hogy mai szabályok szerint 11-es, egyébként meg nem. Most ugye arra, de csak visz... a néző kedvére arról a 11-esről, illetve meg nem adottról beszélünk, amit ugye a Honvédnak kellett volna az ő szurkolóik szerint kapni, akkor, amikor még ott is 0-0 volt a meccs, a Fáji utcában is 0-0 volt, és hogyha ott vezetés szerez a Honvéd, és a Vidinek abban a tudatban kell játszania, hogy ezzel az eredménnyel ő a kieső, meg a Honvédnak, akkor azért elég sok minden volt, alakulhatott sok volna. Ugye, szerintem neked is mondtam, hogy a telefonon beszéltünk, hogy ez egy érdekes szituáció lesz, amikor a 80. perc környékén mind a két meccs 0-0, mert ott még mindig bármi lett. Na de visszatérve picit erre az ünneplésre, tényleg, amikor tudod, hogy ez nem, tehát nem a te meccsed, egyáltalán nem a te szezonod volt, nem a te éved volt, és tényleg csak az van, hogy úristen, maradjunk benn, akkor nyilván van olyan játékos, akiben felszabadulnak az érzelmek, és szerintem ez is tök jó, hogyha Vojvodánál mondtuk, vagy akár Pongónál az érzelmességet, hogy ezek vagy volt olyan játékos, aki tudott örülni, mert ő benne akarta tartani ezt a csapatot, és ez az üzenet, hogy ezeknek a játékosoknak, akiket ott láttunk örülni, ez fontos volt. És lehet, hogy nem tudtak most mindent megtenni, de valószínűleg ezek a játékosok meg akartak mindent tenni. Jellemzően egyébként, ahogy én láttam, ezek magyar játékosok voltak. És igen, ugye ott, amikor a második gólját berúgta a Puskás, lehet, hogy jobban motiváltak, hogy nekik az NB2-ben is játszani kellett volna. Tehát beszéltünk itt szezon közben arról, hogy a légiósok talán még örülnek is, hogyha ki tudják húzni magukat a szerződésükből egy kiesés után. Na mindegy, így vagy úgy, persze egyébként nyilván nem az a problémám nekem, hogy ott valaki elmosolyodott, vagy megünnepelt egy győzelemben felérő döntetlent a kieső csapat otthonában, hanem az egész szezonra nézve óriási hiba lenne, ha bárki úgy gondolna, hogy most megúsztuk, és ez úgyse fordulhat elő soha többé. Megnéztem az ismétlést tegnap, voltak olyan kommentek, hogy túlörültek meg, hogy na, minek örülnek, meg szégyenkezni kéne inkább. Én ott a megkönnyebbülést éreztem, nem azt az ilyen gyermeki örömet éreztem, hogy na, szusszanunk egyet, túl vagyunk rajta. Szimpatikusan kezelték szerintem azt a bennmaradást. Szörnyű, egyébként idáig eljutottunk, de nagyon drukkoltam természetesen a Vidinek, mert semmi kötődésem nincs Kispesthez, de azért úgy gondolom, hogy 11-es volt. Akkor megint más a koreográfia mind a két meccsen. Itt a következő, és jó néhány néztem a világhálón megjegyzéseket, és én azt mondtam, hogy tulajdonképpen itt egy dolognak kell örülni, hogy a csapat bennmaradt. Minden más másodlagos, és ez egy óriási siker az előzmények fényében. De a takarítást, hogy meg kell kezdeni, azt nagyon könnyű kimondani, de ez nem lesz egyszerű. Mégpedig azért nem, mert iszonyatosan sok pénzbe fog kerülni ezektől az emberektől megválni. Mert ezek a külföldiek jöttek 16 nációból, múltkor beszéltünk róla, ő nem akar innen elmenni. Tehát ő azt mondja, hogy nekem itt jó. Jó, hát van, aki kölcsönben van. De a többség úgy gondolja majd, hogy én nem megyek innen sehova. Hát ehhez mert egy adalék. Mert vagyok a fixbe, és nem megyek küzdeni vissza Bilbaóba, nem megyek az Anderlechthez, nem próbálok meg hazamenni a Shakhtya Donetskhez. Tehát vagy, ő azt mondja, hogy ha igen, akkor olyan pénzzel, ez egyébként én ezt egy kommentben olvastam, és de leellenőrzött és nyilvános adat alapján, hogy tavaly 1 milliárd forint fölött volt
a felbontott szerződések után kifizetett összeg. Tehát annyit fizetett ki a Vidi felbontott szerződésekért, amennyi mondjuk a Kecskemétnek nincs a költségvetése. Jó, hát csak ebben benne van, hogy kirúgott két edzőt a Vidi, megzabált két sportigazgatót. Ezt hívják ugye eszetlen döntések utáni kármentésnek, amit nem tudsz megúszni. José Mourinho is, ha már az előbb szóba került, José Mourinho is volt, hogy egy időben három helyről kapott még fizetést. Jó, csak nehéz párhuzamot húzni olyanokkal, ahol egyrészt mondjuk egy évben egy ilyen történik, másrészt eleve más nagyságrendekkel. Hát beszéljünk már akkor Chelsea-ről. Azt mondom, hogy amit a Laci is mondta, hogy nagyon nehéz lesz a rendrakás, de elsősorban akarat, szándék, tiszta fej és jó döntések kérdése. Mindezzel együtt én azt gondolom, hogy is nem védve a klubot vagy a játékosokat, mert nyilvánvaló, hogy ez egy gyalázatos teljesítmény, de egy dolgot nem szabad elfelejteni, ez az NB1-e szerintem minden idők egyik legkiegyensúlyozottabb NB1-e volt. Tehát amilyen közel voltak egymáshoz a csapat, itt gyakorlatilag a Vasas volt, amelyik kilógott végig, az is szerintem egy rossz edzőváltás kapcsán és egy végletekig kitartottak Kondás Elemér mellett, akivel nagyon hamar megromlott egyébként az öltözőnek a viszonya. Elég szerintem megnézni a Magyar Kupa elődöntőt, de hogy egyébként megnézed itt ha csak a gólkülönbségeket nézed, vagy tehát a csapatoknál a gólarányokat, nincs olyan 19-78. Tehát nagyon nagy. Tehát a Honvéd úgy esik ki, hogy gyakorlatilag Klafurics irányítása mellett egyszer kapott ki ugye itt a tavaszi szezonban egynél nagyobb különbséggel. Pont egyébként a Fehérvártól 2-0-ra. Tehát, hogy nagyon-nagyon közel van egymáshoz, és ezt már többször is mondtam, hogy ez a 12 csapatos bajnokság, ebben pont az a veszélyes, ha belekerülsz egy ilyen negatív spirálba, amit adott esetben már szezon elén össze tudsz szedni, hogy 3-4 meccsen keresztül mondjuk csak egy vagy két pontot szerzel, oda kerülsz az aljára, és már görcsölsz. Tomi, azt a mondatot tudom idézni, nem önpromónak szánom, de részben ennek a szakállnak is az a magyarázata, hogy amit most játszunk darabot, annak az utolsó mondata az, hogy csak ott van szükség mentségre, ahol nincs mentség. És én pontosan így vagyok a MOL Fehérvárral egyébként. Mentség szerintem nincs, szükség persze nem mentség, ez. Figyelj, szerintem ez ez a bajnokság, ez roppant kiegyenlített. Igen, de ezekkel a körülményekkel a Vidinek ebben a kiegyenlítettségben nem szabadna benne lenni. A Ferencváros szempontjából nézed, ez nem egy kiegyenlített bajnokság, mert 20 pontot vernek akárkire, és két hónappal ezelőtt megnyerték a bajnokságot. Úgyhogy egyébként tavasszal egy kalap, nem tudom mi a fradi. Egy hónapja nyerték. Tehát azt gondolom, hogy persze kiegyenlített, hogy a Kisvárda a Pakssal, a Vasas a Honvéddal, a Debrecen a nem tudom mi Újpesttel bármilyen meccset le tud játszani, de egy MOL Fehérvárnak e fölött kellene állnia, mint ahogy 4 évvel ezelőtt még fölötte is állt, és nem lettek rosszabbak a körülmények, és nem jöttek föl a riválisok. Csak ettől szép a sport, idézőjelben, hogy nézd meg a Chelsea-t például. Jó, csak azt mondom, hogy ez egy hát a Chelsea, a Chelsea milyen játékos kerettel, mi pénzt elköltöttek erre a Chelsea-re, a hanyadik edzőit zabálta meg a Chelsea. De szerinted az őszurkolók azt gondolják, hogy ilyen a sport, ez most egy ilyen szezon volt, milyen szép játék a futball? Én most próbálom kicsit kívülről, és próbálom kicsit reálisan, érzelemmentesen vizsgálni ezt az egész dolgot, hogy igen, ebbe igazad van, hogy csak hogy nem a pénz focizik, ugye ezt is szokták mondani. Hát ha szarul költik el, akkor semmiképpen. Itt érdekes ez a párhuzam, tehát a Brighton & Hove-nál kivásároltak rettenet, azt hiszem 20 millió fontért a Graham Pottert, kiderült a Chelsea egy teljesen más kávéház, de erre a tipikus példa az Alex Ferguson után a David Moyes, aki egészen elképesztően felépítette azt az Evertont, és addig maradt volna edző, ameddig akar. Egy kvázi kis csapatban, akit nagy nehezen bennmaradtak, és itt jön az Ancelotti zseniáltása, hogy azból az Evertonból tudott élcsapatot formálni, és nyilván visszament a Real Madridból, jó felfogott érdekből. Tehát hiába dolgozol kicsibe valahol nagyszerűen, belekerülsz egy olyan örvénybe, ami már meghaladja a képességeidet. De annak az edzőnek, aki most már nem gondoltam volna egyébként, még a Brighton is szóba fog kerülni az adásban, de minden, annak az edzőnek, szerintem akinek, a Brighton mindenkinek a második kedvenc. Annak az Manchester szóba került, Moyes-szel ez a lényeg. Igen. Annak az edzőnek a kirevezése, aki nem odavaló, az megint egy vezetői felelősség. Nem a Potter lett rosszabb edző, meg nem a Moyes lett rosszabb edző, de nem való abban a csapatban. Én szerintem a MOL Fehérvár nem tudom melyik vezetője, és már nagyon sokat beszéltünk erről, és nem akarok személybe átmenni, aki egymás után nevez ki Márton Gábort, Szabics Imrét, Huszti Szabolcsot, Mihály Boriszt, meg egy a magyar futballt hírből se ismerő svéd vezetőedzőt, ott azért felmerül, hogy a lehetőségek adottak, hogy legyen egy olyan edzők, mint Rebrov, mint Csercseszov, akik ismerik az európai futball tetejét.
Tehát, hogy itt szerintem ezek a döntések hiányoznak, és most már persze, most már nagyon nehéz lesz Romot eltakarítani, ebben igazad van. Ezért nem tudom, én csak azt mondtam, és ez volt az egyetlen gondolatom az egész hajcihő meg bennmaradás után, hogy a Honvéd is két éven át áltathatta magát azzal, hogy volt egy szarszezonom, volt még egy szarszezonom. Háromszor csinálták meg ezt, hogy utolsó kiestek, a Fehérvár is ki tud esni. Csak nagyon kell mostantól vigyázni, mert tehát, és örülni lehet, de ünnepelni nem kell, viszont nagyon kell mostantól vigyázni, mert ugye kiesett a Honvéd és a Vasas, tehát jelenleg mi vagyunk a legrosszabb csapata az NB1-nek, még akkor is mondom ezt, ha ugye felkerülnek az NB2-ből az MTK, ugye meg a Diósgyőr, és nekik legalább fejben ott lesz az a motiváció, hogy igen, nekünk most meg kell mutatni, hogy mi az NB1-ben való vagyunk. Nem tudom, hogy megy ez belőle. Hát valahogy ugye vissza kell hozni náluk is ezt a köztudatot, de hogy most itt vannak, nyilván akarják mutatni, bocs, ami még csak annyi. De hülyeség, amit mondasz, bocs. Tehát, hogy azért ez a 12 csapatos bajnokság, ez pontosan, hogy ilyen különböző tendenciákat nézel meg, akkor volt, amikor a Zalaegerszeget tartottuk tuti kiesőnek, és a Zalaegerszeg kupát nyert, és végül azt hiszem hatodik lett. Néhány héttel ezelőtt a Kövesdet számolgattuk, hogy majd a Kövesd esik ki, 3-ból 3-at nyertek a végén, és hetedikként zártak minden idők, na, második akkor, legjobb. Nem nyert 3-ból 3-at? Mert ő belekerült ebbe a negatív spirálba, de ez nem jelenti azt, hogy szerintem, hogy a Fehérvár ebben a mezőnben most a legrosszabb csapat. Dehogy nem. Hát a legrosszabb. Szugodt a Fehérvár. Hányszor nyertek az utóbbi 10 meccsen? Igen, nagyon nehéz, de akkor is. Tehát ilyen nincs, hogy mi bekerültünk, és most mi szegények vagyunk, aztán sajnálni kell. Csak azt érted, hogy akkor az Zalaegerszeg meg a Mezőköves mi által tudott kikerülni? Tehát a Vidi nem tudott, március után nem nyert meccset, csak az utolsó előtti fordulóban, hogy mi által nem tudott kikerülni a negatív spirálból. Ez egy jó kérdés. És amikor mi beszéltünk legutóbb egyszer telefonon, emlékszem, mondtad nekem, hogy hát miért, akár az is lehet, hogy szeptemberben meg majd nyer. Így van. 3 meccset a Vidi, és egyszer csak szerintem ez nem így megy a futballba, tehát nem egy varázspálca vagy egy véletlen dönti el, hogy melyik csapat nyer 3 meccset, meg melyik nem. Ha nem tanulnak abból, hogy mit nem szabad megcsinálni, ki de kell nem szabad csapatot nézzük, építeni. Sallo István is pontosan ezt mondta, hogy ugye ezért kegyetlen a 12 csapatos bajnokság, mert edzőként belekerülsz egy ilyen 3 meccses, 5 meccses nyeretlen szériába, és kirúgnak. Tehát a Kuttort úgy rúgták ki, hogy gyakorlatilag ugye itt a 3 meccs után álltak 4 ponttal, ami nem volt egy olyan rossz friss csapatként, és utána belekerültek ebbe a spirálba, és gyakorlatilag a 6. meccs után ki elzavarták, vagy a 7. kör után elzavarták. Na és a akkor most a Vasastól. Cserélnétek edzőt a Vidinél, vagy nem? Szerintem nem derült ki, hogy Bartos Zselák milyen edző. Tehát, hogy ezt most nem tudtuk akkor meg. Akkor ez mire érv? Hogy maradjon? Ezért nem tudok rá válaszolni. Döntsék el az okosabbak. Laci, telefonon kér segítséget. Hát ugye azt mondta Zselák, hogy 5 tűzoltásra szerződhették. Most ugye nem tudjuk, hogy mi lesz a további verzió. Nyilván van ilyen, hogy biztos, hogy van egy opció, hogy meghosszabbíthatja a szerződést. Szerintem benne van, ha bemarad. Neki. A Zselák interjúban mondta, hogy ő jelenleg ugye az egyik fehérvári hotelban lakik, nézelődik, hogy hova tudna majd költözni, hogyha marad, mert akkor hozza a családot. Tehát egészen biztos, hogy opció hogy marad, hogy marad. Ugyanannak a folyónak a partján állunk, csak nem tudom, hogy ugyanoda lépünk-e be, mint tavaly Borisszal. Boris idején is ez volt a dilemma, végül is amire szerződött, elérte. Voltak, akik látták már akkor is a korlátait, őt mondjuk ismertük valamennyire korábbról, és amikor aztán elkezdődött a veszőfutás, akkor még nagyon sokan lettek, akik azt mondták, hogy hát igen, nem szabadott volna. Tehát már ott hiba volt, hogy meghosszabbították a szerződését. Most megint ott állunk, van egy edzőnk, aki elérte a kitűzött célt, még hogyha tényleg ilyen vért izzadva és utolsó centiméterekkel is. Most megint jön a kérdés. Nézve a kis testbeszédet Angyalföldön, ez a csapat szerintem szereti ezt az edzőt, és nagyon, nagyon harmonikusnak tűnt ez az egész, és én úgy gondolom, hogy a munkát elvégezte. Tehát én, ha megkérdeznének, azt mondanám, jó kiállású edző, jól beszél, a szemedben néz, tisztességes. És az is lehet, hogy megkérdeznek, Laci, hát most biztos, annyi kitüntetést kaptál. Biztos, hogy nem. De mondom, az véletlen volt. De az biztos, hogy szerintem jó edző lehet itt. Mondom, ami hiba pontként volt felróható vele szemmel, nem ismerte a klubot, a játékosokat, a magyar mezőnyt. És ez nem az ő hibája, Ő scoutolt 2 meccset, mondjuk látta, hogy hol játszunk Kisvárda ellen, meg hogy játszunk mondjuk egy edzőmeccs mondjuk a Komló ellen, és ezt látott. És ő úgy gondolta, hogy akkor erre felkészült, és így döbbenhetett rá, hogy itt micsoda baj van, hogy ennyi külföldi, aki játszik, az is kellően indolens ehhez az egészhez.
És hát az biztos, edző fölött is van ugye felelős szakember, sportigazgató, Juhász Roland, akinek meg kell hozni azt a döntést, egyrészt nyilván az edző személye kapcsán, másrészt, hogy akkor viszont, ha marad Zselák, akkor mennyi beleszólása lesz, egyáltalán milyen lehetőségei lesznek azt mondani, hogy ilyen meg ilyen játékosokat kérek, mert a keretből ez meg az alkalmatlan. Ugye azt nem tudjuk, ugye szó volt már arról, hogy Zselák kispadra ültette Négót, azt hiszem az első mérkőzésen, mert nem volt megfelelő a hozzáállása, tehát Négó valószínűleg be se nevezte a meccsre, megfelelő a hozzáállása, igen. Bocsánat, hogy így mondtam, hogy kispadra ültette, elkésett, stb. Nem akar hűni, tehát hogyha abba ő is beleszólhatott, hogy ki ne legyen itt, és a Négó volt az a játékos, akinek el kell menni, ugye most ebben nem látunk bele, akkor itt a takarítás valamilyen szinten elkezdődött már. Egyébként tehát a Négóval nem volt baja, mert gyakorlatilag utána meg visszarakta. Az egy fegyelmezési eszköz volt, mert a Négónak van egy elég gyors nagy autója is. Nem lett ő utána már stabil kezdő, mert inkább be se állt Négó. Na mindegy. Szóval, de egyébként Négó tényleg egy mondatot megérdemel, ő elköszönt most, és azért ő az elmúlt 10 év, ami bőven ugye sikereket is hozott, tényleg emblematikus figurája volt. Nyilván ez a szezon neki is egy kudarc, de azért ő azt hiszem, hogy megérdemli, hogy megköszönjék neki Fehérváron az eddigi éveket. Viszont lehet egy emblematikus figurája annak is, hogy tényleg induljon meg egy átalakítás, mert lassan nem marad azért olyan játékos az öltözőben, aki még emlékszik rá, hogy a Chelsea-vel milyen volt játszani az Európa Ligában, ami nem baj, csak kellene hozni olyanokat, akik megint el tudják érni. Itt a kérdés az, mondom, hogy nyilván ezek a fiúk jó felfogott érdekből nem akarnak elmenni, azt mondjam, elmegyek, de fizessetek ki. A másik oldalon, ha egy csapat jó szerepel, akkor jönnek a kérők. Tehát a Stade Reims ellen továbbítottunk, kiestünk egy Antwerp ellen, lehetett eladni futballistákat, hogy volt rá tényleges esély. Most egy éppen, hogy bennmaradó, megnézik az eredménylistát, hogy mikor maradtunk benn, hogy játszottak, mennyit voltak pályán, egy ügyes menedzser azt mondja, figyelj, nézzek, itt van összevágva a videó, rugott 6 gólt, adott 3 gólpasszt. Már pedig ügyes menedzserek szerintem még ebben nagyon megtisztult és megújult magyar futballban is akadnak. Hát ez nem csak környékén. A magyar futballban vannak menedzserek, hanem a világ futballjában. Azért lesz nagyon nehéz itt a tényleges takarítást, mert nem jön komoly vásárló. Nyilván ahhoz túl sokba kerültek ezek a fiúk, hogy ingyen elengedjék őket. Itt mondom, a rossz szereplésnek ez az árnyoldala, hogy a piacra nem tudsz kivinni futballistát, nem vagy kéne nemzetközi porondon. Makrai Balázs mondta a kép, szerintem most derült ki számomra, hogy zseni, mert benne akartak maradni, egy nagyon nagy nehéz helyzetbe levő Debrecent vett át, és följöttek a harmadik helyre, úgyhogy nemzetközi kupába indulnak. Őneki megvan az az előnye ott helyben, hogy helyi ember, tanult, iskolázott, nyelveket beszél, végtelen felkészült, a futballvilágát is ismeri, és volt nyilván szerencsefaktor is, mert ha úgy vágok neki, hogy valahogy maradjak benne, és feljök a harmadik helyre, és magabiztosan, hogy nyersz az Üllői úton, otthon még az Újpestet megvered az utolsó meccsen, és tulajdonképpen egy nagyon jó kiegyenlített szezonjuk volt. Én 2 hete a Honvéd ellen meccsükre elmentem, mert kibancsoltam erre a Honvédra, mert akkor előttem álltak pillanatnyilag, jó, akkor egy meccsel többet játszottak még, de nem értettem, hogy ez a Kispest mitől jobb, mint a Vidi, és aztán csak annyiban volt akkor jobb, hogy szervezettek voltak, és mindössze annyit akartak futballozni, amennyit a képességeik elbírtak. És itt az utolsó forduló döntött arról, hogy tényleg benn maradtunk, de megnézve az utolsó 3 statisztikát a tegnapi gól összefoglalóban, de a Vidi azért csoda, hogy benn maradt, mert döntő statisztikákban a Vidi a 11 és a 12. helyen végzett a bajnokságban. Tehát ezzel együtt is benn tudtunk maradni. Hát csak azért mondom, hogy ez szerintem ez részben tényleg és itt az építkezés, nem a csapatom múlt, és nagyon hálásnak kell lenni érte, csak baromira le kell vonni. És most derült ki az, hogy ezt el kell felejteni, hogy mi a Fradival harcolunk, mert sokan megint úgy fogják gondolni, most ez egy ilyen szezonban, de jövőre megint. Nem. Itt fiatalok, 3-4 magyar válogatott vagy válogatotthoz közeli, 3-4 külföldi, lehetőleg egy nációból, ha marad az edző, akkor svédet vagy lengyelt hozni, de az biztos, hogy mondom, olyan irányba kell elmenni, ha spanyol volt az edző, akiben bíztunk, akkor van 4 spanyol, ha volt szerb az edző, akkor volt mondjuk 7 balkáni, délszláv, de az biztos, hogy valami szisztémának kell lennie, de az biztos, hogy ez a 16 külföldi nem tartható. De figyelj, nézd meg a Csercseszovot. Hát azért azt nem lehet mondani, hogy a Fradinál csak mondjuk egy nációból lenne. Igen, hát, 11 nációból. És még egy bőrszín sincs. Igen, tehát hogy nigériaitól kezdve tényleg gánai minden van. Laci, ahogy Makrai Barázsról beszélt meg, ahogy szokott
Haraszti Zsoltról, hogy remélem, amikor elmész innen és rólunk beszélsz, hasonló szépeket mondasz, mert neked minden barátod olyan nagyon magasan kvalifikált, nagyon értelmes, nagyon hozzáértő szakember, tehát nem forogsz más körökben egyszerűen. De ők eredményesek is, tehát azért azt a paksot azért 20 évben át tartani az élvonalban, hol van mögötted egy nagy állami cég, hol nincs, és azért most is igazából ők rontották el, mert tuti harmadik helyük volt, és hát igen, lehet, tényleg valószínűleg az is hozzátartozik, tehát lejjebb kell adni az igényeket, ezt amit mondasz, hogy nem kell a Fradival versengeni, ez nincs azt is értelme, jelenti, ez nem vezet hogy ha a fehérvári szurkolók meg tudják azt becsülni, amit mondjuk a 90-es években, meg a 2000-es évek elején, hogy legyen a csapat 8. vagy 6. mondjuk nem a 12-es mezőnyben, hanem... Szerintem nem kell, tehát ennyire nem rossz a helyzet. Most biztos, hogy... Tehát biztos, hogy abban a tekintetben könnyebb lesz, nyugodtabb lesz a felkészülés, hogy itt nem kell foglalkozni vagy holmi konfekti ligával, vagy konferencia ligával, de nyilván az egyiket egy nagy megnyugvás lehet most a csapat életében, bármilyen hülyén hangzik, hogy nem kell a nemzetközi kupában tényleg Tiranába, vagy külső Abáziába utazni, hanem most lehet normálisan felkészülni. És szerintem nem kell ezt a 6.-8. helyet ide predesztinálni a Fehérvárt. Nyugodtan lehet küzdeni, és kell is küzdeni a dobogóért. Nyilván tényleg nem a Ferencvárossal, mert ez a Ferencváros a Leverkusen elleni meccse óta, az első meccse óta szerintem gyakorlatilag nem az a Ferencváros. Befejezték a szezont. Így van, nem finoman fogalmaztál. csak ez meg gyakorlatilag a szurkolóknak a telibe. És tehát, hogy ez... Tehát igen. Lehet, igen, amit a Laci is mondott. De a Liverpool most cserélne azért a Fradival, tehát még egy BL selejtező se. Mit mondtam nagyon okosat? Mit mondtam? Mindig. Hát az, hogy igen, kell hozni néhány új játékos, nyilván posztra kell. Évek óta nincs egy igazi ilyen fazonszabásza a középpályán a Fehérvárnak. Én szerintem kell hozni kapust, kell hozni védőt is. Kodrót egyébként meg lehet tartani. Kodró úgy tűnik egyébként, hogy bizalmi embere is. Jó, de gyakorlatilag egy szem csatár, tehát azért kell valaki még, aki persze, érkezik adott esetben. Kérdés a kisdárdai sorsa, így, hogy kiesett az édesapja a Hertával a Bundesligából. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú padira lehet ott szükség. A kérdés, hogy ő mit akar, szerződése lejár. Tehát itt nagyon sok a nyitott kérdés. Én úgy gondolom, hogy Csongvai Katona rendben van. Kapuban ott van Dala Martin, aztán a válogatott keret, a Kismenyhárt, aztán Tóth, tehát vannak itt fiatal labdarúgók, Szabó Levi, tehát... Hát Sönnek is nyilván így van. Meg kell adni a lehetőséget. Én a védelembe avatkoznék bele, mert úgy gondolom Stopira túl van a Zeniten, ahogy Négo bejelentette. Egy Heistert én nem gondolok olyan súlyú futballistának, Jensen. Tehát itt vannak olyan labdarúgók, akik nem feltétlenül egy ilyen csapatban szerintem biztosan nem, egy középcsapatban esetleg, de külföldit luxust tartani azért, amikor egy csapatnak nem közvetlenül nemzetközi poronda célja, és itt most mondom egy kicsit az öltönyt beljebb kell szabni. Na jó, meglátjuk. Annyi időnk maradt még egy kb. 3 perc az adásidőből, hogy gyorsan akkor megtippeljétek, hogy a Budapesten rendezendő és valószínűleg a magyar főváros fenekestül felforgató Európa Liga döntőtől mit vártok? Most érezhetjük magunkénak akár José Mourinho-t, akár a Sevillát, hiszen ugye a Róma és a Sevilla játssza a döntőt. Egy kicsit olyan ez a Sevilla az Európa Liga döntőben, mint a Falco a magyar kosárlabda döntőben, tehát hogy mit akarod bárki más, mert nekik ez ilyen házi kupájuk. Ugyanakkor ez elmondható Mourinho-ról, aki pedig nem veszített még európai kupa döntőt, gyakorlatilag elképesztő módon tud valamit a Pali. Szerintem egy borzasztó hír a semleges szurkolóknak, hogy José Mourinho csapata van ott a döntőben. Egy kapuralövéssel jutottak be a visszavágón? A visszavágón aztán nem volt kapuralövésük. Még kapuralövés nélkül? Tehát, hogy nem kell. Nem kell. Igen, tehát imádjuk a futballt, bizonyos szempontból tényleg a legcsodálatosabb játék. Én ezt az egy részét nem szeretem, ezt amit annak idején kitaláltak az olaszok, a Catenaccióval, vagy itt tényleg lehet gyakorlatilag védekezéssel, térfél átlépés nélkül meccseket nyerni, és meccseket, tehát kupákat nyerni. Szóval szerintem ez egy borzasztó Európa Liga döntő lesz.
hogyha senki ne arra készüljön föl, hogy itt óriási játék lesz. Viszont ezzel szemben lehet izgalmas, de nyilván akkor lesz izgalmas, hogyha az ember valakinek szurkol. Úgyhogy én nekinek azt mondom, hogy válasszon. Vagy a Sevillának, vagy a Rómának, de úgy jöjjenek le, hogy szurkolnak valakinek, mert külön már elalszanak a 18. percben. Egy kérdés, hogy Laci, hogy Cseferin jobb vagy bal oldalára szól a jegyed a díszpáholyban. Nem kaptam akkreditációt, mindent megtettem. Hát, kijöttek a képességek. Eltettük az Európa Liga döntőt. Tegyük hozzá, annyira nem is akartad ezt. Jó lett volna, de úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz ez tévén is. Én Mendy Libárnak szurkolok, mert úgy gondolom, hogy amilyen alapotba átvette azt a Sevillát, és a Sevilla... Óriási forma az ember. A Sevilla, ha eljut egyszer egy döntőig, akkor azt általában, sőt, azt mindig megnyeri. De Szilárd, úgyhogy... neked meg Mourinho miatt muszáj a Unitednak szurkolni, hiszen egy korábbi kirúgott edzőtök. A Mourinho miatt nem a Unitednak, mert Unitednak, majd hétvégén játszik döntőt a Citivel. Szurkolunk a Rómának, így van. Hát ugye a Manchester United nyerte egyébként a Mourinho az első Európa Ligáját, most lesz neki talán a második. Én kikérem magamnak nagyon, azt az időszakot nagyon, a Manchester nagyon nem volt, életéből. Nagyon nem volt, hogy is mondjam, nézhető, szép futball az ő időszaka, hát de az, hogy eredményes volt, egy Watford ellen. Az, hogy eredményes volt, az leírhatatlanul igaz, és az, hogy eljutott idáig, szerintem ennél több motiváció hát, neki sem. Ez a filozófiai kérdés, szépség vagy eredmény, majd meglátjuk, hogy melyik vezet Európa Liga győzelemhez, és a jövő héten ki is tárgyaljuk, meg egy kicsit majd a Bajnokok Ligája döntőről is beszélünk, hiszen nagyjából azzal zárul a szezon, és ez itt a kezdőkor adásra is igaz, úgyhogy jövő héten még mindenképpen várjuk Önöket. Köszönöm szépen, fiúk, hogy itt voltatok, és a figyelmet is. Köszönjük a lehetőséget. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.